A napirend vitájában elhangzott, hogy a Szerencsi Rendőrkapitányság működési területén az elmúlt esztendőben nem változtak jelentősen a bűnözés struktúráját befolyásoló körülmények. 2009-től folyamatos csökkenés figyelhető meg a bűnesetek számában, azonban a gazdasági válság jobban éreztette kedvezőtlen hatását az emberek életkörülményeiben. A lakosság jelentős része elszegényedett, éppen ezért a vagyonelleni jogsértések, elsősorban a lopások teszik ki az ismertté vált bűncselekmények jelentős részét. Viszont csökkenő tendenciát mutat a településen az utazó bűnözés, amelynek oka a térfigyelő rendszer kialakítása mellett a fokozottabb rendőri jelenlét a közterületeken. Gyökeresen megváltozott az elmúlt évben a kapitányság vezetése. Komoly személyi változások voltak, őrsparancsnokok, osztályvezetők személye változott. Ennek egy része szakmai okok miatt történt, egyrészt egyéb ok miatt kellett visszavonni vezetői megbízásokat. Jelenleg egy nagyon fiatal, de képzett vezetői állomány van a kapitányságon, aki úgy gondolom, hogy képes ellátni a szakterületek vezetését, irányítását. Jellemző a településen is a vagyonelleni cselekményeknek az elkövetése. Az aránya 55% az összes bűncselekménynek vagyonelleni cselekmény. Ebbe is különösképpen a lopások és betöréses lopások azok, amik szerintem a lakosságot irritálják. Betöréses lopások száma ugye nem emelkedett, de itt egy fontos elemet hozzá kellene tenni, hogy van nekünk egy akkora telephelyünk, vagy volt a Hidrosztil Kft. Telephelye, ahol 10-es nagyságrendben történt betöréses lopás, ami növelte ezt az ügyszámot tulajdonképpen. Ez a lakosság nagy részét igazából nem érintette. A másik fontos elem a közterületen megjelenő garázda jellegű cselekmények száma. Ezen a területen egy... mondhatom, állandóságról tudok beszámolni, tehát hasonló számban történt garázda jellegű cselekmény a közterületeinken, mint a megelőző években. Én úgy gondolom, hogy nem olyan mértékű, ami a lakosságot kifejezetten irritálná. A büntető ügyeinket vizsgálva érdekes momentum még a bűnelkövetőinknek a száma. Fontos tendencia, hogy például a 60 év feletti korosztályban emelkedett úgy a sértettek, mint az elkövetők száma. Tehát megvizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy időskorúak egymás sérelmére is követnek el olyan cselekményeket, nevesítve egy mondjuk zaklatást címszó alatt, ami egy új büntetőjogi kategória, korábban ezt nem lehetett megvalósítani, és egy kicsit ez is rátett egy lapáttal úgymond az általuk megvalósított és sérelmükre elkövetett cselekményeknél. Ami szomorú tendencia a kapitányság területét nézve, hogy viszont emelkedik a gyermekkorú elkövetők száma. A közlekedési helyzet a városban. Érdekes ez is, hogy nagyon-nagyon kis számba is ez az eredmény, úgy gondolom, történik sérüléses baleset. Összesen 2 sérüléses baleset történt Szerencsváros területén az elmúlt évben. Viszont sok-sok apró anyagi káros balesetünk van. Én szerintem elvégeztük a munkánkat az elmúlt éven, és véleményem szerint Szerencsváros még mindig egy élhető, biztonságos település. Gál András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke gratulált Keresztesi Jánosnak a városban végzett kiemelkedő munkáért, és úgy vélte, hogy szerencsén jó a közbiztonság, és rend van a városban. Egyúttal köszönetet mondott a Bocska István Gimnázium sikeres rendészeti képzéséhez nyújtott segítségéért. Bobko Géza arról érdeklődött, hogy tervezik-e a Szerencsi Rendőrkapitányság épületének a felújítását, ezzel az oda dolgozók munkakörülményeinek a javítását. Erre a felvetésre válaszul Veleckei Csaba, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság vezetője közölte, hogy a rendőrség szoros költségvetése miatt a közeli jövőben nem jut pénz az ingatlan korszerűsítésére. Heves János arra várt választ, hogy a drasztikusan romló szociális helyzet hatására elkövetett bűncselekményeket hogyan tudja a rendőrség kezelni. Keresztesi János kifejtette, hogy ezeknek a jogsértéseknek a megelőzése nem egyszerű feladat, a nehezebb megélhetés miatt emelkedett a vagyonelleni bűneseteknek a száma. Koncz Ferenc köszönetét fejezte ki Keresztesi Jánosnak a városban végzett kiváló munkáért. A polgármester véleménye szerint a rendőri jelenlét a közutakon, közterületeken nagyobb visszatartó erő, mint a térfigyelő kamerák. Koncz Ferenc örömét fejezte ki, hogy Szerencs nem tartozik a megye kábítószer által fertőzött területei közzé, azonban a településen is hozzá lehet jutni különböző szerekhez. Ezért arra kérte a polgármester a rendőrkapitányt, hogy lépjenek fel a terjesztőkkel szemben.